Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik Podcastje február 15-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy vajon lelkileg mit okozhat majd az embereknél a nyitás. Német Lajos elárulja a Német Lajos meteorológus, hogy mikor jön végre a tavasz, mikor búcsúzhatunk el a mínuszoktól, amiből azért jutott ki bőven az elmúlt időszakban. Hétvégén mínusz 35 fokot is mértek. Vágjunk is bele! Nem bírnak magukkal a lengyelek, olvastuk a hírekben. Péntektől két hétre megnyitották a sípályákat Zakopánéban és a környéken a Lengyel Tátrában, és egyébként megnyitottak a mozik, színházak, hotelek is, igaz csak 50%-os kapacitással. És ahogy említetted itt Zakopánéban, hát több ezren gyűltek össze, részben ugye a siugró világbajnokságon érmet szerző lengyel sportoló megünneplésére, részben pedig hát, hogy megünnepeljék a korlátozások enyhítését, ami nagyon érdekes, hogy a buli némileg elfajult, és hát verekedések törtek ki, az emberek boltokat rongáltak meg, sőt, még egy autót is felgyújtottak, és a rendőrség azt mondta, hogy hát kifejezetten agresszívak voltak a lengyelek, és hát akik ott voltak ezen a rendezvényen. Vajon itthon is erre kell majd számítanunk, ha végre véget érnek a korlátozások? Mit gondolsz erről? Hát ha egyszer véget érnek, én egyelőre most nagyon pesszimista vagyok, mert ugye azt látjuk napról napra, hogy növekednek az esetszámok, így én egyre kevésbé reménykedek az enyhítésben, amit ugye mindenki nagyon szeretne már, hogy legalább az éttermek megnyithassanak, legyenek olyan terek, ahol találkozhatnak egymással az emberek, mert kinek van kedve kimenni ebben a mínusz 10 fokos hidegben. Előtte meg ugye nem tudom, 3-4 napig szakadt az eső plusz 1 fokban, és lassan egy éve ülünk itthon, és szerintem egyébként ez, ahogy én most látom, nem nagyon fog változni, és ez elég frusztráló, én otthon ülő típus vagyok, én eddig tényleg nagyon élveztem azt, hogy itthonról dolgozhatok, meg hogy nem kell feltétlenül kerülgetnem másokat, de most ez most már tényleg kezd sok lenni, és nagyon idegesítő az, hogy most kb. Annyira nem látom a végét, mint egy évvel ezelőtt, amikor még alig tudtunk valamit a vírusról, és mindenki azért szorongott, hogy nem tudtuk, hogy mi ez, és hova futhat ez ki. Én most megint nem tudom, hogy hol fog ez kifutni. Pont az ellentetje vagyok, én egyáltalán nem szeretek itthon ülni, és sosem voltam az otthonülő típus, úgyhogy én már tényleg nagyon várom ennek a végét, én bízom abban, hogy a vakcina, vagy Isten tudja, bármi, csak tényleg legyen ennek vége, és egy kicsit visszakaphassuk a régi életünket. Szerintem az emberek, mint hogy te is mondtad, hogy már neked is kezd kicsit sok lenni az otthonülés, és idegesít. Én azt látom az embereken és a környezetemben, vagy akikkel így találkozok, beszélek, esetleg telefonon, hogy egyre jobban kimerülnek. A bezártság pedig egyre jobban érezteti a hatását, bár számomra mondjuk igencsak érdekes volt ez a lengyel történet, hiszen most örömükben gyújtogattak, mert én azt gondolom, hogy azért nem így kellene történnie, ha egyszer kinyit egy ország, és végre újra visszakapják a régi életüket. De az is lehet, hogy az eddig bennük felgyülemlett frusztrációkat vezették le így módon, nem is tudom. Annyi módja van egyébként a frusztráció levezetésének, mondjuk tény, hogy így ebben a helyzetben limitáltak a lehetőségek, mert mondjuk otthon ökörészik magában, tehát az, hogy iszolgassál, azt legfeljebb a családtagjaiddal, hogyha együtt laksz velük, akkor velük iszogathatsz, egyedül ugye nagyon nem csinálsz ilyet, szórakozni se jó egyedül, tehát én megértem a sorozatimádókat, akik nem tudom, évadokat néznek meg egész éjszakánkon keresztül, de nekem ez a program is olyan, hogy társaságban jól csinálni, majdnem minden társaságban jól csinálni, még egyébként az edzést is, ami szintén lehet egy frusztráció levezető dolog, de hát ugye zárva vannak az edzőtermek, az időjárás miatt kinek van kedve kimenni mínuszfokokban, meg szakadó esőben, otthon megedzeni nem ugyanaz, én most is lenyomtam reggel egy edzést, de nem ugyanaz. Igenis, még az introvertáltaknak is szükségük van arra, hogy emberek vegyék őket körül, és ez így egy év után ez már úgy tényleg képes hülyét csinálni az emberből, ahogy a lengyelekből is ez hozta ki, mindenkiből más hoz ki ez a rendkívüli helyzet. Egy idő után már uncsi például a sütés-főzés, ugye hát sokan az elején még pékeknek és hát hobbi cukrászoknak álltak, de hát azért ezt nem lehet éveken keresztül csinálni, jobban, de csak ezt nem lehet éveken keresztül. Na hát a másik meg ugye igen, amit mondtál, sorozatozás, ez is egy idő után azért uncsi minden este filmeket pörgetni, sorozatokat, legalábbis
számomra. Tényleg én amúgy nem az az otthonülő típus vagyok. Úgyhogy én azt látom, hogy az emberek lassan nem tudnak mit kezdeni magukkal, és még nem is a hétköznapokról van szó, mert hát azért már akinek van, annak gyorsan eltelik munkával, főleg, hogyha gyerek van, hanem a hétvégékről, vagy hát ugye látjuk a másik oldalát, mint például most az a jeges Balaton, megrahomozzák az emberek a Balatont, mert hát most ugye nincs más. Csak ezek a külső helyszínek, például a Normafa, ami ilyen találkozási pont, ahol tudsz találkozni emberekkel, bár én mondjuk egyébként próbálom még ezeket a kontaktusokat is kerülni, mert én az a típus vagyok, így ha lehet ilyen koronavírus járvány esetén típusokról beszélni, én ilyen nagyon szélsőséges nézeteket vallok, hogy én próbálom kerülni a kontaktusokat, próbálom megúszni ezt a betegséget, a különböző, ma még nem ismert, vagy már kezdik ismerni az utóhatásokat, meg eleve jó lenne ebből kimaradni és védőoltással megszerezni a védettséget. Meg hát ugye jönnek a mutáns vírusok, hogy még a védőoltás sem biztos, hogy megoldás lesz, mert azt már tudjuk, hogy például a dél-afrikai mutációja ennek a vírusnak, arra teljesen hatástalan az AstraZeneca oltás, amiből ők berendeltek nem is tudom hány millió darabot. Na most ugye a természet az ugye úgy működik, hogy a DNS az folyton osztódik és mutálódik, és az egész élővilágnak a története az arról szól, hogy mutációk jelennek meg, aztán valamelyik életképes ott, valamelyik nem, és az a vírus is ezt csinálja, elkerülhetetlen, nem tudjuk, hogy mikor jön egy olyan mutáció, amire a mostani oltások teljességgel hatástalanok. Az Európai Unióban most bejelentették, hogy egyszerűsíteni fogják az oltások engedélyeztetését, hogy amikor felbukkan egy új mutáció, akkor az arra kifejlesztett új oltás már ne kelljen olyan sokáig tologatni az erről szóló aktákat. Munkanélkül maradnak a bürokraták, de szerintem ez annyira nem baj ebben a helyzetben. És az biztos, hogy már emlegetik ugye a harmadik hullámot is, hát én mondjuk nagyon bízom a mielőbbi nyitásban, és abban is, hogyha ez megtörténik, akkor az emberek felelősségteljesen kezelni tudják majd a helyzetet. Mondjuk én például eldöntöttem, hogy biztosan nem megyek étterembe a nyitás utáni első két héten, amíg kicsit le nem csillapodik a helyzet, az emberek ki nem elégítik a kávézók iránti éhségüket, mert szerintem majd tömegek akarnak a teraszon ebédelni, meginni egy koktélt. Nem tudom, láttad, de hétvégén például Ausztriában a pláza dugig volt, ugyanis hát ugye ott nemrég nyitottak meg újra az üzletek, és hát az emberek úgy vásároltak, mintha nem lenne holnap, mert ugye azt is tudjuk, hogy sosem tudhatják ők sem, hogy mikor zár újra vissza az országuk. Itthon meg folyamatosan tele vannak a plázák. Mondom ezt én, aki hétvégén szintén voltam vásárolni, de én egyébként már két darab FFP2-es maszkot veszek fel. Lehet, hogy nem tudom, te is hülyének gondolsz. Olvastam több helyen, több forrásból, hogy kimutatták, hogy lényegesen jobban véd, hogyha az ember kettő maszkot hord. Szerintem ugyanannyira nem kapsz benne levegőt, vagy kapsz benne levegőt. Biztos, ami biztos. Sokan mondják, hogy az időjárás hozhat majd változást. Ugye még messze van a nyár, de hogy a vírus nem szereti a nyarat, hát ha már nem tudom, májusban bejön valamilyen hőhullám. Nem szereti a meleget, a jó időt, másrészt pedig ugye jó időben, amikor nincs kint mínusz fok, meg nem szakad az eső, akkor mindenki többet van kint szabadtéren, kevesebbet tartózkodunk összezárva másokkal, zárt helyen, és a szabadtér, ez mindez ugye lassítja a vírus terjedését, tehát az időjárás az segíthet rajtunk, majd meglátjuk. De hát, hogyha most így visszanézem az elmúlt napokat, a hétvégén mínusz 35 fokot mértek a Bükkben. Ez olyan hideg, láttam ilyen fotókat, hogy a levegőben kiöntött víz megfagy, ilyen hóként hullik vissza. Ilyen sarköri felvételeken, meg Szibéria, ugye mínusz 35-40 fokban ott szoktunk látni ilyen felvételeket. Hogy lesz ebből felmelegedés? Hogy lesz így tavasz? És hogy mennyire volt boldog a közismerten télimádó Németh Lajos ebben az imankóban? Erről is kérdeztem a népszerű meteorológust. Németh Lajos meteorológus, a Blik Podcast vendége. Mi másról beszélgethetnénk, mint időjárásról. A hétvégén a Bükkben mínusz 35 fokot mértek egy fagyzugos helyen. Olyan képeket, felvételeket láttunk, amikhez eddig Kanadába meg a sarkörre kellett menni, hogy a levegőben megfagy a pohárból kiöntött víz. Mi történik az időjárással? Rekord-e ez a mínusz 35 fok, amit itt sikerült mérni? Ez a mínusz 35,5 fok, amelyek a Bükk-fennsíkon mértek, ez ott igazán ritkának számít, de nem rendkívüli, hiszen ezek olyan fagyzugos helyek, olyan gödrök, amiben megül a nagyon hideg levegő,
és ez jellemző, hogy a téli időszakban a környezeténél több fokkal hidegebb levegő gyűlik össze, és bizony a bükkfenségben, ezekben a gödrökben még a nyári időszakban a legmelegebb júliusi, augusztusi éjszakában is előfordul, hogy -1, -2, -3 fokot mutatnak a hőmérők. Semmiféleképpen nem az egész országra jellemző hőmérséklet ez. A meteorológusok a levegő hőmérsékletét, a környezeti hőmérsékletet, amelyben élünk, az 2 méter magasságban a föld felszínétől hivatalos, akkreditált hőmérőkön, műszereken mérik, és ez bizony -35 fok, amit eddig Magyarországon mértek, mint legalacsonyabb hőmérséklet, 1940. február 16-án mérték ezt Görömbölyi Tapolcán, ez Miskolc külterülete, tehát közel a bükkhöz természetesen, de ez a -35,5 fok, amelyet most a hétvégén regisztráltak, mértek, hivatalos meteorológiai méréshez semmi köze nincs azok a rekordokhoz, amelyet 2 méter magasságban elhelyezett meteorológiai műszer, hőmérő méri, ezek a hivatalos adatok. Ezt a -35,5 fokot pedig a bükkfenségon, tehát 600-700-800 méter magasságban kialakuló évszázadok, évezredek, évmilliók óta a Mészkő hegységben kialakult, a víz által kimosott gödrökben, úgynevezett fagyzugokban mérték. Lesz-e még ilyen? Lehetnek-e még ilyen rekordok? Az előrejelzésekből én azt látom, hogy melegedni fog a levegő. Mennyire biztos, hogy csütörtökön már megint ilyen, akár ilyen néhol tavaszias lehet az időjárás? Megszűnt a szibériai eredetű levegőnek az utánpótlása. Ez a hétvégén, illetve hétfőre nyugalomba került. Sorozatban mértünk -20 fok alatti hőmérsékletet az országban, már a hivatalos mérések, ez a 2 méter magasságban elhelyezett hőmérő által regisztrált hőmérséklet. Leghidegebb az északi határszélen volt, ahol összefüggő hótakaró található, 15-20 cm-es összefüggő hó. Ez is kellett ahhoz, hogy -20 vagy az alatti hőmérséklet legyen. Mivel megszűnt az utánpótlás, és következő napokban már kettől szerdától nyugat felől egyre enyhébb levegő érkezik az Atlanti-óceán térségéből, ezért jelentősen enyhül az idő, felhősebb lesz az ég, változékonyabb lesz az időjárás, és bizony csütörtöktől, péntektől ez sem jellemzően az egész országra. Az ország nyugati, délnyugati, déli vidékein néhol a nappali órákban 8+10 fokos. Múltkor beszélgettünk arról egy másik beszélgetés, illetve újságcikk kapcsán, hogy Németh Lajos nagyon szereti a hideget, és hogy ugye beszéltünk arról, hogy nagyon szomorú, amiért nincs igazán tél az utóbbi 10-20 évben. Mennyire van most elszomorodva, hogy véget ér ez a szibériai időjárás? Mivel az ország legnagyobb részén nem alakult ki összefüggő hótakaró, amelyik védeni az őszi vetést. Ezért ez a néhány napos -10 fok éjszakai alatti hőmérséklet, amelyik kialakult, ez még nem tett kárt a vetésben, viszont jót tett, hogy egyre kevesebb kártevő kórokozó visszaélje át ezt a néhány napot. Én még azért elviseltem volna egy hetet, 10 napot ebből a száraz, hideg, de napsütéses időjárásból, de nem adatik meg, mert, mint ahogy említettem, következő napokban már nyugatról, délnyugatról több hullámban enyhe és egyre nedvesebb léghullámok érkeznek. Így nem fagyott be teljes egészében sem a Balaton, sem nagyobb tavaink, nem korcsolyázhatók. Február még igazi téli hónapnak számít. Én azt szerettem volna, ha már ilyen személyes vágyat is belevihetünk ebbe a beszélgetésbe, hogy legalább egy hétig, 10 napig még legyen a csikorgó, száraz, hideg időjárás, aztán márciusban jöjjön az igazi. Mi okozza ezt a hullámzást? Van-e valami különleges oka, vagy véletlenül így alakult, hogy ahogy így nézem vissza a grafikonokat, meg hát ugye mindenki, hogy emlékszik, hogy ilyen hetente jött a meleg meg a hideg periódus, meg előtte most volt, nem tudom, 3 napig szakadt az eső, plusz 1 fokban. Ezt a rapszódikusságát mi okozza a magyarországi időjárásnak? Van-e valami különleges oka? Nincs nyugalom a légkörben, és nem csak Magyarország térségében, hanem szinte egész Európára az időjárás hullámzása jellemző. Még csak egy picit emlékezzünk vissza, hogy február 4-én nem régen volt, 2 hete sincs még ennek, meleg rekordok tőltek meg Magyarországon, napközben a déli megyékben
plusz 17, plusz 18 fokot mutattak a hőmérők, és rá 10 napra pedig mínusz 17, mínusz 20, mínusz 25 fokos fagyok is voltak. Nagyon nagy az ingása a légkörnek. Magyarázatát annyit adhatunk ennek, én nem vagyok klímakutató, de azt tudom, hogy az elmúlt évtizedekben a világ óceánok, Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán olyan hőtöbletet vettek föl a globális éghajlatváltozás, globális felmelegedés következtében, hogy ez mint egy hőerőgép táplálja azokat a légköri képződményeket, ciklonokat, légköri frontokat, amelyek hozzánk az Atlanti-óceán térségéből 3-5 napos változékonysággal szállítják az enyhébb levegőt, nem tud kialakulni egyelőre itt Közép-Európában az a csendes, nyugodt, egy hétig, 10 napig, 2 hétig jellemző frontmentes időjárás. Most volt egy 4-5 napunk, amikor a frontok elkerültek bennünket, de már is a héten, kedden, szerdán is érkezik egy-egy melegfront, amelyik megszünteti ezt a szép, sütéses, de meglehetősen csíkorú időjárást. Erre kell berendezkednünk a következő évtizedekben, hogy a kitartó tél helyett ilyen nagyon hullámzó, rapszodikus időjárás jellemzi a téli hónapokat Magyarországon? Ez, amire most így készülnünk kell? Számomra ez nem bizonyított tény, és azt hiszem az éghajlat kutatók között is elég nagy a vita ebben a dologban. Ami tagadhatatlan, és bizonyíték van rá, hogy az elmúlt évtizedekben évről évre az évi középhőmérséklet itt Európában is magasabb az előző évinél. Tehát a melegedés ez tart most már évtizedek óta, és hogyha a melegedés tart, ez annyit jelent, hogy bizony a változatos, változékony és egyre szélsőségesebb időjárás, ez gyakori lesz itt a Kárpát-medence térségében is. Magyarán ez azt jelenti, hogy forró és csapadékmentes periódusok a nyári időszakban, és hát meglehetősen változatos frontokkal dúsított, de viszonylag enyhe időjárás a téli hónapokban. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy néhány napig ne alakuljon ki akár a Szibéria térségéből érkező hideg levegő hatására fagyos csikorgó zivankó. Március 1-én, mikor elkezdődik a meteorológiai tavasz, akkor az idei tél is egyértelműen sok évi átlagnál enyhe lesz. Mikor jön a tavasz? Lehet-e már látni, hogy mikor lesz végleg jó idő, mikor enyhül meg véglegesen a időjárásunk? Most. Ebben az az érdekes, hogy a hóvirág már február elején kinyílott, sőt a medvehagymát is lehetett látni a déli megyékben, hogy a zöld levél volt, aztán erre jött ez a néhány napos hideg időjárás. Egyet biztosan állíthatok, és ez 100%-os előrejelzése a meteorológusnak, hogy március 1-én elkezdődik a tavasz, a meteorológiai tavasz a naptárban mindenféleképpen, hogy ez milyen időjárással társul, ez a jövő titka, erre még van 2 hetünk, és ilyen hosszú távra, 2 hét a rövid távú előrejelzéssel foglalkozó meteorológusnak meglehetősen hosszú időszak. Azt kell mondanom, hogy az idei tél az átlagosnál enyhébb volt, és semmilyen nem mutat arra, hogy a hátralévő 2 hét, ami még vissza van az idei télből, ez valamilyen rendkívüli hideget hozna, hanem inkább az enyhülés lesz jellemző a következő napokban. Köszönjük, hogy a Blick podcastjét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!